Jó estét kívánok mindenkit, nagy szeretettel köszöntök. Advent második vasárnapjának vigiliáján. Azért jöttünk össze, hogy a második gyertyát is meggyújtsuk, és mielőtt erre sor került, csak elmondanám, hogy ne menjen majd senki haza, hiszen a ünnepélyes rész után lesz egy kis forradból, kis melegke itt a Pince helyiségben, úgyhogy mindenki egy kis pohárkával fogadjon el tőlünk. Utána pedig a faluházban lesz egy nagyon jó kis koncert. Csőke Flóra csellóművész, Hámori Angalita zongoraművész fog majd egy jótékonysági koncertet adni. Ők, nekik ez már talán a 10. koncertjük, 10 éve mindig adventben adnak egy szép koncertet, és ez egy jótékonysági célt szolgál. És jövő szombaton is találkozunk itt, és aztán megint, tehát még két gyújtás lesz, akkor is helyi lelkészek lesznek. Ugye a mai estének, aki az adventi gondolatokkal szolgálni fog, Szilágyi János atya, görög katolikus lelkész, aki a Szent Gellért lelkigyakorlatos háznak az igazgatója. Őt kértjük meg, és köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Utána pedig a ribacsok, illetve nem is utána, hanem közben, illetve hozzá kapcsolatban a ribacsok együttes fog egy kis műsort adni. Ez lesz most tehát 17:30, 18:00 koncert, és jövő szombaton, és aztán is találkozunk, és jöjjenek el, és ünnepeljük együtt, készüljük együtt a megváltó születésére. Úgyhogy átcsadnám a szót. Igen. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő fölkérést. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm polgármester urat és az adventi gyertyagyújtásra összegyűlt kedves ünneplő közösséget. Mindenek előtt hallgassuk meg Szent Máté apostol és evangelista tolmácsolásában az Úr Jézusnak a szavait, a 24. fejezet 36-tól a 44. verséig. Azt a napot és órát azonban nem tudja senki, az íg angyalai sem, a fiú sem, csak az atya. Az ember fiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé napjaiban történt. A vízözön előtti napokban ettek, ittak, nősültek, férhez mentek, egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába, s jött a vízözön, és el nem ragadta mindnyájukat. Ugyanígy lesz az ember fiának megjelenésekor is. Akkor a ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. A két asszony őrül a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el uratok. Gondoljatok erre. Ha a ház ura tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, bizonyára virasztana, és nem engedné, hogy házába betörjön. Legyetek hát készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok. A keresztény és minden emberi közösség közös tapasztalata, hogy a nagy eseményekre, ünnepekre igenis komolyan készülni kell, és ilyen esemény az advent is. Amikor a királyok királyának érkezését várjuk, akkor nem csak a környezetünket, nem csak a házainkat, hanem a szívünket, és az emberi kapcsolatainkat is rendbe szeretnénk tenni. Ennek a szent időszaknak az elején a liturgia érdekes módon nem a kis Jézus születésének történetét adja elénk, hanem Urunk második eljövetelét hirdeti, amint az imént hallottuk a Máté 24:36-44-ből. Ebben az evangéliumi szakaszban Jézus nem azt mondja, hogy Noé korában az emberek loptak, csaltak, hazudtak, nem, hanem azt, hogy ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek. A kérdés csak az, hogy mi ebben a bűn? Nos, Noé kortársai
nem azzal vétkeztek, amit tettek, hanem azzal, ami a tetteikből kimaradt. Ők egyszerűen kihagyták az Istent az életükből, a hétköznapjaikból, és nem tették föl az igazi kérdést, hogy mi végre vagyunk a világon. Úgy vélem, hogy jelen életünket látva valamennyien tapasztaljuk, hogy ma is Noé korát éljük. Éppen ezért nekünk is el kell kezdenünk építeni a bárkánkat, hogy megmentsük a családjainkat, a testvéreinket, a közösségeinket, a falunkat, azt, aki és ami még megmenthető. Nézetem szerint jelenlegi helyzetünkben olyan Istentől lefoglalt családi otthonok, terek és szövetségek kellenek, ahová nem tud behatolni a vízözön szennyes árja. Álhatatossággal kell megőriznünk a lelkünket, mert mi nem csak a kis Jézust várjuk, hanem a nagyot is, aki előtt majd számot kell adnunk az egész életünkről, a jól vagy esetleg rosszul felhasznált időnkről, és természetesen a mai mostani adventről is. És mégsem ő ítél meg majd bennünket a mindenható előtt, hanem az Istent elfedők igazából saját maguk készítik elő az ítéletüket. Mert a mi Istenünk a szeretet Istene, és nem az ítéleté. Aztán, mint hallottuk, Jézus azt is mondja, legyetek tehát ti is készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Valóban nem tudjuk, hogy mi történik az elkövetkezendőkben. Még csak nem is sejtjük, hogy mi lesz a jövőben. Ám ha föl akarunk készülni a jövőre, ami a közismert gazdasági, társadalmi, háborús, ideológiai és egyéb válságok miatt teljesen bizonytalan, akkor a leghelyesebb, úgy gondolom, hogyha a jelennel foglalkozunk, és nem a jövővel, és még csak nem is a múlttal. Ezért tisztelettel javaslom, hogyha valaki fel akarja magát készíteni a jövőre, akkor vegye nagyon komolyan a jelent, mégpedig azért, mert itt a jelenben adatnak meg számunkra a lehetőségek az önzetlen szeretetre, a jóságra, a másikra való odafigyelésre, a segítésre, a vigasztalásra és a nagylelkű jótékonykodásra is. A naptár elhozza számunkra a karácsony örömteljes, békességes ünnepét, de a komoly kérdés az, hogy vajon a szívünkben békesség lesz-e? Mert azt tapasztaljuk, hogy sajnos ma nem a békesség, hanem a gyűlölködés terjed világszerte, és valami furcsa, idegen erő egymás ellen fordít bennünket. Nagy szeretettel kérek mindenkit, hogy mindenképpen tegyünk lépéseket a békesség felé. Ahogy elindultunk az idei advent útján, a lelkünket melengető ünnephez közeledve, gyújjon egyre nagyobb fényesség és békesség, Leányfalu, hazánk, és a világ minden lakójának a szívébe. Befejezésül hallgassuk meg Remenyik Sándor a Mi Adventünk című ma is rendkívül aktuális versét. Így hangzik. A béke jobb még vissza-vissza rándul, rángatja görcs, gőg, szégyen, gyűlölet, engedne az ököl, de megkeményszik.
ezer anyaszív ezer sebből vérzik, ezer lelket mar vasfoggal a kételj, a borzalom vajon a csúcsra ért fel, s reszketve éled a reménység, hátha van a rémségnek, ne továbbja. A béke jobb még vissza-vissza rándul, még lőporfüsttől fekete a völgy, s kaszáját bunnyal feni a halál, de már valami köztünk, s közte áll, de hegyormokon csendes rőzseláng, de a lélekben béketüzek égnek, s ezer haranggal harangoz az élet. Az elhangzott gondolatok jegyében kívánok minden kedves jelenlévőnek és szeretteiknek áldott adventi készületet, kegyelemteljes, bensőséges karácsony és a mindenható békéjével átíthatott boldog új esztendő. Köszönöm szíves figyelmüket. Most pedig közösen imádkozzuk el az Úr imáját, a mi atyánkot, és utána gyújtsuk meg az adventi koszorú második gyertyáját. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ismeritek-e? Ilyen fényt még sosem láttam, megvakulsz bele. Érintetlen égi fény, űrön túli tünemény, de rád vártam makulátlan száj hazámban e. Csillagfelhő száz határod, izzó fény mező, tüzet hamvát hol találom, merre lelhető? Űrön túli csillagok, egy utat mutassatok, merre szálljon karavánom, hol tündöklik ő? Adi Endre, karácsony. Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hálaének. Az én kedves kis falomban hálát adnak az Isten, a magasság Istenének. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falomban a Mesiás boldogságot szokott hozni. A templomban hosszú sorba indulnak el ifjak, vének, az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság Istenének. Mintha itt lenne a nagyisten szent kegyelme, súgna, szállna, az én kedves kis falumban minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagyváros, durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, pohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni,
De jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság várna a világra, és ez a gyarló ember, ember lenne újra, talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet, egy erő hatná át a nagy mindenséget, nem volna más semmi, nem volna más, nem volna más vallás, nem volna más semmi, imádni az Istent és egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Juhász Gyula, Karácsony felé. Szép tündérország támad fel szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretet csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű ígéret, ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, behegyeztem a sebet a szívemben. És hiszek újra, égi szeretetben, ilyenkor decemberben. S valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van a közelben. Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen. És ne csak így, decemberben. Betlehemi éj, Puszta Sándor verse. A hold beszűrt a kunyhó repedésen, ezüst almot hintett szerte szépen, a glória már fényes messze zengett, elaludta, szendergett a gyermek. Mária édesen a bölcsőre hajolva, József az ács, s fején él a szalma, aludt a csacsi, s a hű ökör, ez éjjel nem riadt egy kutya se föl. Bogrács alatt a tűz, cukorban a tej, a fák, a bokrok mind, és száz virág kehely. Aludt a jószág, a tágas gádorok, a mindig virrasztó csordapásztorok, egy kis barittán álmán égetett, sóhaja gyapjak tavába veszett. Aludt a ház, a csend, a kis patak, háztetőn a nád, s a ház előtti pad. Aludt a szerszám, a szíj, ostoron a nyél. A gyalogúton állva elaludt a szél. Gyöngytollú szárnyal mind a madara, aludt az éj is egy nagy fa alatt. A glória már csak szinte zümmögött, mint a hold zenéje alvó hű között. A hűség virrasztott. Léptét hallad, hogy ébren legyen itt mindig valaki. Üdvözlégy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te velem. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Ó, Jézus! Asszonyunk szűz,
Köszönjük a Ipacsak Amatőr Színjátszó Körnek ezt a nagyon szép műsort. Köszönjük Szilágyi János atyának a szolgálatot. Köszönjük, hogy eljöttek, és ne menjen el még senki. Egy kis pohár teára, egy kis forradborra látjuk Önöket vendégül. Zárnak még a Faluházban Hámori Angelika és Csőke Flóra koncertjén is várjuk Önöket. És jövő szombaton itt újra találkozunk.